bárkiből lehet bűvész, ha elég kitartó. Megmutatjuk, hogyan. Ha a pikkászt fogom és belekeverem a csomagba, képes bármelyik lapot saját magává átváltoztatni, hogyha kiszedek egy lapot, teszem azt, egy pik-10-est. A pik-10-es képes arra, hogy pikkásszá változzon, egyetlen egy rázás szükséges, és már is átalakul pikkásszá. Ilyen pofon egyszerű. Varázslat, illúzió, megtévesztés, optikai csalódás, figyelemelterelés. Hívjuk bárhogy, ember legyen a talpán, aki csak úgy mindenféle magyarázat nélkül rájön a trükk nyitjára. Nekem tudnom kell pontosan, hogy hol van az a pikkász. A másik pedig az, hogy képes kell legyek megmutatni két lapot, úgy, mint hogyha egy lap lenne. Hogyha megmutatok egy lapot, teszem azt a pik-10-est, meg tudom fordítani, de valójában ez két lap. Esetleg még mindig nem világos? Akkor nézzük meg magyarázattal együtt. Alul megfogjuk a két lapot, és egyszerűen itt a mutatóujjammal és a hüvelykujjammal, hogyha összecsippentem, és átfordítom, akkor van egy hang, és a látvány is megvan, tehát ez normál sebességgel ez úgy néz ki, egy kis takarás, és már is átváltozott a kártya. Egyszerűnek tűnik, azonban hibátlan trükk nem létezik, rengeteg gyakorlás nélkül. A bűvész iskolai tanoncai szorgalmasan figyelik és utánozzák Jó Lászlót, azaz Damien White-ot a vasárnapi bűvésziskola óráin. A kitartásnak meg is van az eredménye. Szerintem a maga az, hogy a csoda, ami igazából az emberek szerint lehetetlenség, de mi mégis meg tudjuk csinálni. És a egyes trükkök végén az a döbbenet nagyon jól látni az emberek arcán. Máté is hűségesen jár a foglalkozásokra. Őt egy karácsonyi ajándék varázsolta el, talán egy életre. Egyik karácsonyra kaptam egy bűvész kelléket, amivel akkor még nem nagyon tudtam trükköket csinálni, de aztán egyre több kelléket kaptam, és akkor így elkezdtem így érdeklődni ez iránt, és akkor felmentem a YouTube-ra, elkezdtem videókat nézni, utána gyakoroltam, és anyának bemutattam, egy idő után meg már egész jól ment. Fanni a tanóráknak helyet adó bűvész színház megnyitásában is közreműködött. Számára a bűvészet az önbizalomra is varázserővel hat. Én is úgy éreztem, hogy szükségem lenne arra, hogy egy kicsit közvetlenebb legyek az emberekkel, illetve hogy egy kicsit bátrabb legyek, és ez az önfejlesztés miatt tulajdonképpen, hogy jobban ki tudjam fejezni magam kifelé az embereknek. Ahhoz pedig, hogy valaki igazán jó bűvész legyen, nem árt a magabiztosság, hiszen színpadra lépni nem lehet reszkető kézzel és remegő lábbal. Nem jó, hogyha valaki lámpalázatra szokni kell a színpadi, hogy a színpadon vagy, és ott adsz elő. És hát szerintem a többi az mind gyakorlás kérdése. És hogy kiből lehet igazán jó bűvész? A mester szerint bárkiből, aki elég kitartó. A bűvészet tanítás az még az egyszerűbb dolog, inkább tanulni nehéz a bűvészetet, tehát a túloldalt kell jobban megértenünk, ugyanis nagyon-nagyon sok kitartás kell hozzá, ezért nagy a lemorzsolódás, tehát ezért nem válhat mindenkiből bűvész, mert egy-egy trükköt van, hogy hónapokig kell tanulni. A produkció akkor hiteles, ha tátva marad a közönség szeme szája. Ehhez azonban a bűvésznek sok mindenre figyelnie kell, hiszen a turpisságra könnyen fény derülhet. Az osztálytársaimnak nem nagyon szoktam bűvészkedni, mert vannak olyan trükkök, amiket nem minden szempontból lehet nézni. Szóval, hogyha például oldalról vagy hátulról néznek, akkor lebukik a trükk. A varázsló tanoncnak már most nagyon sok rajongója van. Az a jó, hogy mivel ugye az osztálytársaim is tudják, hogy bűvészkedek, ezért van, hogy ha meghívom őket a szülinapjaimra, akkor hoznak nekem egy bűvészdobozt, és abból kiveszek kellékeket, és akkor azt is használom. Hogyan másképp is búcsúzhatnánk a kis bűvész palántáktól, mint egy tévés trükkel? Csiribiri csiribá, pritz prac prutz.